Halmozódnak a borok a szexárdi borászok pincéjében. Nagyon sok borászat számára a 2020-as év gazdaságilag vízválasztó lesz. A hét elején tapasztalható közel 15 fokos lehűléssel járó időjárás változás, illetve a koronavírus és a kialakult járványügyi helyzet következtében számos bevételi forrástól elesnek a szexárdi borászok. Ilyen például a turizmus vagy a vendéglátás, mondta Mészáros Péter borász. Mint minden ágazat, a borászat is ugye, visszaesésben van. Főleg azok a borászatok, ahol vendéglátás turizmus is van, ez teljes mértékben visszaesett. De hát sajnos a forgalom, a, bor, a forgalom is visszaesik, pont a turizmus, illetve a vendéglátás visszaesésével, az itt nem lehet, nem, nem tudnak menni, az emberek nem tudnak borozni. Kiskereskedelemben egyelőre, hogy vásárolják még a, a borokat. A pincészetek vendéglátóegységei egységei bezártak. Az ott dolgozók fizetett szabadságra mentek, mondta Mészáros Péter. A koronavírus a helyi boripar sem kíméli. Több borász csak online felületeken tudja megoldani az értékesítést. Borkostolóinkat gyakorlatilag lemondtuk és lemondták teljesen jogosan, úgyhogy ezek a rendezvényeink, akár a kadarkatúra, akár a, a fesztiválok egyelőre még kérdője, hogy meg lesz-e tartva. És hát most próbálunk online értékesítéssel próbálkozni, hogy azért a vevőnk egy részét ki tudjuk majd szolgálni valahogyan. A munka viszont nem állt le, a szőlők meccése, kötözése, a benti borlefejtés és palackozás folyamatosan ad munkát a foglalkoztatottaknak. A borászok most összefogva közösen azon dolgoznak, hogy kitaláljanak valamit a veszteségek minimalizálására.